Hare Krishna, folytatjuk a felolvasást a Krishna könyvből. Hát olyan szél van, remélem fog hallatszódni, amit mondok. Mindig próbálgatom a helyeket, hogy hol lehet jobban. Na szóval, 75. fejezet, harc, Sálva és a Jadu dinasztia között. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. 75. fejezet. Harc, Sálva és a Jadu dinasztia között. Így. Hát. Jó. Nem érzenek, hogy hallatszódjon. Közben elvisz a szél. Miközben Sukadev Goszvámi az Úr Krisna egyszerű emberként véghez vitt tetteiről beszélt, annak a csatának a történetét is elmesélte, amelyre a Jadu dinasztia és Sálva démon között került sor, aki egy csodálatos léghajóra tett szert, melyet Szaubhának neveztek. Sálva király Sisupála nagy barátja volt, s amikor Sisupála Rukminivel készült házasságot kötni, Sálva is ott volt a vőlegény kísérők között. A Jadu dinasztia katonái és az ellenséges királyok között kitört csatában Sálvát a Jadu katonák legyőzték. Ám veresége ellenére a királyok előtt fogadalmat tett, hogy eltörli a föld színéről a Jadu dinasztia minden leszármazottját. A Rukmini esküvőjén elszenvedett kudarc óta kitörölhetetlen irítségért benne az Úr Krisna iránt, s valóban ostoba volt, mert ígéretet tett, hogy megöli Krisnát. Az ilyen ostoba démonok általában az Úr Sívánál vagy hasonló félisteneknél keresnek menedéket, hogy titkos terveiket véghez vihessék. Így aztán Sálva is az Úr Síva lótuszlábainál hódolt meg, hogy erőre tegyen szert. Komoly lemondást hajtott végre, amelynek során nem evett más naponta, mint egy marék hamut. Az Úr Síva, Párváti férje, általában nagyon kegyes, és nagyon hamar elégedetté lehet tenni, ha valaki komoly vezekléssel akar örömet okozni neki. Így aztán miután Sálva egy évig végezte lemondását, az Úr Síva elégedetten arra kérte, kérjen bármit, óhaját teljesíti. Sálva egy olyan léghajót kért az Úr Sívától, mely olyan erős, hogy egyetlen félisten, démon, ember, gandarva, nága, sőt ráksasza sem tudja elpusztítani. Ráadásul azt is kikötötte, hogy a léghajó oda menjen, ahová csak kívánja, s legyen különösen veszélyes és félelmetes a Jadu dinasztiára. Az Úr Síva nyomban teljesítette kívánságát, és Sálva Maja démon segítségével megépítette vasból készült léghajóját, amely olyan erős és hatalmas volt, hogy senki nem árthatott neki. Olyan óriási szerkezet volt, akár egy nagy város, s olyan magasan és sebesen szállt, hogy senki nem vehette észre, így aztán szinte lehetetlen volt megtámadni. Vezetője még az éjszaka sötétjében is képes volt oda repülni vele, ahová csak akart. A csodálatos léghajóval Sálva Dváraka fölé repült, hiszen a repülővel legfőbb terve az volt, hogy megtámadja a Jaduk városát, akiket kitartóan ellenségnek tekintett. Sálva az égből támadt Dvárakára s hatalmas gyalogságával is körülvette a várost. A földön támadó katonák a legszebb helyeket döntötték romba először, a csodálatos ligeteket, a város kapuit, a palotákat és a felhőkarcolókat, a várost körülvevő magas falakat s az emberek kedvelt pihenőhelyeit. Eközben a magasból a léghajó hatalmas sziklákkal, farönkökkel, villámlással, mérges kígyókkal és számtalan más veszélyes eszközzel támadott a városra. Sálva olyan szélvihart teremtett, hogy Dvárakára áthatolhatatlan sötétség borult a por miatt, ami az eget is beborította. Léghajója olyan rémületbe ejtette a várost, amilyet csak Tripura Szúra okozott hajdanán a földön. Dvárakár Puri lakóinak a gyötrelemtől egy pillanatnyi nyugta sem volt. Dvárakár város kiváló hősei élükön olyan vezérekkel, mint Pradyumna, támadással válaszoltak Sálva katonáinak és léghajójának. A nép szenvedését látva Pradyumna azonnal felsorakoztatta katonáit, ő maga pedig személyesen indult egy harci szekéren, hogy bátorítsa a város lakóit és megnyugtassa őket, biztonságban vannak. Parancsára a harcosok Satyaki, Charu Deshna és
Számba, Pládiumna ifjabb fivérei, valamint Akrura, Krita Varma, Banuvinda, Gada, Suka és Sárana mind kihajtottak a városból, hogy szembeszálljanak Sálvával. Kivétel nélkül nagy harcosok voltak, mindegyikük katonák ezreivel tudott elbánni, talpig fegyverben 1000 és 1000 kocsihajtóval, elefánttal, lóval és gyalogossal a hátuk mögött. Áldász csata kezdődött a két fél között, ahogyan korábban a démonok és a félistenek harcoltak egymással. A harc olyan heves volt, hogy aki látta, megborzongott. Pládiumna azonnal elhárította Sálva, Szaupa király léghajójának misztikus megnyilvánulásai. Sálva a repülő misztikus erejével éjszakai sötétséget teremtett, ám Pládiumna hirtelen megjelent akár a felkelő nap. Ahogyan a felkelő nappal az éjszaka sötétsége azonnal eloszlik, úgy semmisült meg Pládiumna megjelenésével Sálva ereje. Pládiumna minden nyilveszőjének végét aranytól lékesítette, és éles vashegyben végződtek. 25 nyilát kilőve Pládiumna súlyosan megsebesítette Sálva hadvezérét, majd 100 nyilat lőtt ki Sálvára. Ezután egy-egy nyilával sorral lelőtte a katonákat, a kocsiajtókat egyenként 10 nyilveszővel ölte meg, aztán a lovakkal és az elefántokkal végzett, mindegyikükkel 3-3 nyilvessző segítségével. Csodálatos hősiessége láttán mindkét fél kiváló harcosai Pládiumnát dicsőítették. Ám a Sálva uralma alatt lévő léghajó még mindig titokzatos volt. Néha számtalan repülő tűnt fel az égen, néha egy sem látszott. Néha látható volt a léghajó, néha láthatatlan. S a jadu harcosok igazán zavarban voltak a különleges léghajó hol létét illetően. Néha földön pillantották meg, néha magasban röpült, néha egy hegycsúcson pihent meg, néha a víz felszínén lebegett. A csodálatos szerkezet úgy szállt az égen, mint egy kavargó zsarátnok. Egy pillanatra sem állt meg. Ám titokzatos mozgása ellenére a Jadu dinasztia hadvezérei és katonái azonnal Sálvára támadtak, bárhol tűnt föl léghajójával és harcosaival. Kilőtt nyilaik úgy ragyogtak, mint a nap, s oly veszedelmesek voltak akár a kígyó nyelve. Sálva katonáit elfogta a rémület a szűnni nem akaró nyílzápol láttán, melyet a Jadu hősök zúdítottak rájuk, Sálva pedig eszméletét vesztette a nyilak támadásától. A Sálva oldalán harcoló katonák szintén rettentő erősek voltak, s nyilaik megállás nélkül támadták a Jadu hősöket. Ám a Jaduk hatalmas erejükkel és eltökéltségükkel egy tapottat sem mozdultak stratégiai helyükről. Készek voltak akár meghalni a csatatéren, akár győzelmet aratni. Biztosak voltak abban, hogy ha a harc közben esnek el, a mennyei bolygók várnak rájuk, ha pedig győznek, a világot élvezhetik majd. Sálva hadvezérnek neve Diumán volt. Hatalmas harcosnak ismerték, és bár Pládiumna 25 nyilat találta már el, hirtelen Pládiumnára támadt félelmetes buzogányával, és olyan erővel sújtott le rá, hogy Pládiumna eszméletlenül rogyott a földre. Meghalt, meghalt, hallatszott mindenfelől. A buzogányütés, ami Pládiumna mellkasát érte, olyan súlyos volt, hogy bármely közönséges ember mellkasát összetörte volna. Pládiumna harci szekerét Dáruka fia hajtotta. A védikus harcászat szabályai szerint a kocsihajtónak és a kocsin küzdő harcosnak segíteniük kell egymást a harcban, így aztán mivel a kocsihajtónak védelmeznie kell a kocsin harcoló katonát a veszélyes és kockázatos helyzetekben, Dáruka fia elvitte Pládiumnát a csatamezőről. 2 órával később egy csöndes helyen Pládiumna magához tért, s amikor meglátta, hogy nem a harcmező, hanem valahol máshol van, kocsihajtójára kiáltott. Ó, mi szörnyűséget tettél! Miért hoztál el a csata szinteléről? Kedves kocsihajtóm, sohasem hallottam még arról, hogy családunkban bárki is elhagyta volna a csatateret harc közben. Tetted lerombolt a becsületemet. Mindenki azt mondja majd, harc közben elmenekültem. Kedves kocsihajtóm, meg kell, hogy vádoljalak, gyáva vagy és puhány. Mondd, hogyan állja ki így nagybátyám, Balarám és atyám Krisna elé, és mit mondjak nekik? Mindenki rólam fog beszélni, és azt mondják, majd elmenekültem a csatából, s ha erről kérdeznek, mit válaszolhatnék nekik? Sógornőim gúnyos szavaikkal tréfáik célpontjává tesznek majd. Ó, drága hős, hogyan lettél ilyen gyáva? Hogyan lett belőled eunuch? Hogyan süllyedhettél ilyen mélyre ellenfeleid szemében? Kedves kocsihajtóm, azt hiszem, súlyos sértés követtél el, hogy elhoztál a csatatérről. Drága uram, válaszolta a kocsihajtó. Én hosszú életet kívánok neked. Azt gondolom, semmi rosszat nem tettem,
hiszen a kocsihajtónak kötelessége, hogy segítse a harcost a szekéren, ha veszélybe kerül. Drága uram, te tökéletesen megállod a helyed a csatatéren. Ám a kocsihajtónak és a katonának védelmezniük kell egymást a csatában. Tudatában voltam a harc szabályainak, csak kötelességemet teljesítettem. Az ellenség olyan súlyos ütést mért rád buzogányával, hogy elvesztetted az eszméletedet. Veszélyes helyzetbe kerültél, ellenségtől körülvéve, ezért hát kötelességem volt azt tenni, amit tettem. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Krisna könyv 75. fejezetéhez, melynek címe Harc, Sálva és a Yadu dinasztia között. Hát remélem, hogy hallatszik, amit mondok, és akkor már is elkezdjük a következő fejezetet, azaz a 76. fejezet. Sálva felszabadítása. Kocsi hajtójával, Dáruka fiával beszélgetve Pradyumna megértette, mi is történt valójában. Száját és kezét megmosva felfrissítette magát, majd íjaival és nyilaival felvértezve, arra kérte hajtóját, vigye oda, ahol Sálva főparancsnoka harcol. Pradyumna rövid távolléte alatt, Dyumán, Sálva főparancsnoka fölénybe került a Yadu dinasztia katonáival szemben, ám megjelenve a csatatéren Pradyumna azonnal megállította, és 8 nyilat lőtt ki rá. Négy lovát, egyel a kocsi hajtóját ölte meg, egy másikkal íját vágta ketté, megint egy másikkal a zászlóját szakította darabokra, és az utolsóval pedig a fejét választotta el testétől. A többi harcvonalban Gada, Szátyaki és Számba pusztították Sálva katonáit. A harcban azok a katonák is elestek, és az óceánba zuhantak, akik Sálva mellett a léghajón küzdöttek. Ádász csata kezdődött a két ellenfél között, s megállás nélkül 27 napig tartott. Még Dvárakál városában folyt a küzdelem, mely Yudhisthir király nagy áldozata, a Rajasúja, Yajna és Sisupála megölése után tört ki, az Úr Krisna Indraprasztában tartózkodott, a Pándavák és Yudhisthir király társaságában. Amikor megtudta, hogy Dvárakát nagy veszedelem fenyegeti, engedélyt kért a Pándava család legidősebb tagjaitól, különösen nagynényétől, Kunti Dévitől, s azonnal Dvárakába indult. Az Úr Krisna arra gondolt, hogy mi alatt ő Balarámával Sisupála megölése után Hasztinapurba érkezett, Sisupála emberei minden bizonnyal megtámadták Dvárakát. Dvárakába érve látta, hogy a város komoly veszélyben forog. Balaráma Jit megbízta a város katonai védelmével, majd megkérte kocsihajtóját, Darukát, hogy készüljön fel az indulásra. Daruká, azonnal vigyél engem oda, ahol Sálva harcol, mondta neki. Sálva hatalmas és titokzatos ember, de ne félj tőle egy kicsit sem. Az Úr Krisna parancsára Daruka felültette őt harci szekerére, és sebesen Sálva felé hajtott. Az Úr Krisna kocsijának zászlaját Garuda jele ékesítette, s amint a Yadu dinasztia katonái meglátták a zászlót, megértették, hogy Krisna megjelent a csatában. Ekkora már Sálva szinte minden katonáját elveszítette. Amikor észrevette, hogy az Úr Krisna megjelent a színen, egy hatalmas, pusztító fegyvert irányított Krisnára, mely meteorként süvöltve szállt keresztül az égen. Úgy ragyogott, hogy megvilágította az eget, ám az Úr Krisna megjelent, és egyetlen nyilával ezer és ezer darabra aprította a veszedelmes fegyvert. Az Úr Krisna 16 nyilat lőtt Sálvára, majd egy nyilzáporral hatalmába kerítette a repülőt, ahogyan a nap uralja a tiszta eget végtelen számú fényes molekulájával. Sálva egy heves ütést mért Krisna bal oldalára, ahol Krisna és Sárniga íját hordozta, s az íj kiesett Krisna kezéből. Ez valóban különleges eset volt. A nagy személyiségek és félistenek, akik szemtanúik voltak Sálva és Krisna harcának, kétségbe esetten kiáltottak fel. Ó jaj, ó jaj! Sálva azt hitte, íme győzött, s mennydörgő hangon így szólt Krisnához. Krisna, te hitvány! Erőszakkal elraboltad Rukminit a jelenlétünkben. Kijátszottad barátomat, Sisupálát, s te magad vetted feleségül Rukminit. Yudhisthir Maharaja Rajasúja Yajnáján pedig a hatalmas gyülekezetben, miközben Sisupála elméje máshol járt, éltél az alkalommal és megölted őt. Mindenki azt gondolja, hogy nagy harcos vagy, akit senki sem képes legyőzni. Most bebizonyíthatod erődet. S ha tovább állsz még előttem, akkor hegyes nyilaimmal oda küldelek, ahonnan sohasem fogsz visszatérni. Te ostoba Sálva, értelmetlen, amit beszélsz. Nem vagy tisztában azzal, hogy a halálod már a fejed fölött lóg. Az igazi hős nem beszél sokat, vitézségét inkább hősies tetteivel bizonyítja.
mondta az Úr Krisna, s dühében olyat vágott buzogányával Sáva kulcsontjára, hogy Sáva vérezni kezdett belül, s úgy reszketett, mint aki a hidegtől azonnal össze akar esni. Ám mielőtt Krisna még egyszer megüthette volna, Sáva misztikus erejénél fogva eltűnt a szem elől. Kis idő múlva egy titokzatos idegen lépett az Úr Krisna elé. Hangosan sírva borult az Úr lótuszlábaihoz, s így szólt. Te vagy apád, Vasudeva kedvence, ezért édesanyád, Devaki hozzád küldött, hogy megtudd a szerencsétlenséget. Sáva elfogta édesapádat, és erőnek erejével elhurcolta őt akár egy mészáros, aki kegyetlenül elragad egy állatot. Amikor az Úr Krisna meghallotta az ismeretlentől a sorscsapást, először kétségbe esett, mint egy közönséges ember. Arcán mély gyász tükröződött, s szánalomra méltó hangon felkiáltott. Ó, hogyan történhetett ez? Bátyám Balaráma ott van, s őt senki sem győzheti le. Ő vigyázt Dvárakká városára, s tudom, hogy mindig éber. Hogyan juthatott be Sáva a városba, s hogyan foghatta el apámat? Akárki ez a Sáva, ereje határos. Miképp történhetett hát, hogy felülkerelkedett Balaráma G erején, és elvitte apámat úgy, ahogy ez az ember itt elmondta. Ó, jaj, mi könyörtelen a végzet! Mielőtt Sri Krisna eképpen gondolkodott, Sáva egy férfit hurcolt elé, aki a megszólalásig hasonlított apjára, Vasudevára. Azonban mindez csupán Sáva misztikus hatalmának illúziója volt. Te gazember, kiáltotta Sáva Krisnának. Nézd csak! Itt van az apád, aki nemzett téged, s akinek a kegyéből még mindig életben vagy. Lásd, hogyan ölöm most meg őt, s ha maradt még valamennyi erőd, akkor próbálj csak megmenteni, mondta Sáva, a misztikus csaló, s Krisna szeme láttára azonnyomban levágta a hamis Vasudeva fejét. Aztán sietve elvitte a halott testet és felszállt repülőjére. Az Úr Krisna az önmagában teljes istenség legfelsőbb személyisége, de ebben az esetben emberi szerepet játszott, ezért egy rövid időre elborította a bánat, mintha valóban elvesztette volna apját. A következő pillanatban azonban megértette, hogy apjának elhurcolása és megölése csupán Sáva misztikus erejének volt köszönhető, melyet Maya démontól tanult. Visszanyerve józan tudatát, sem az üzenethozót, sem apja fejét nem látta, csupán azt, hogy Sáva távozott repülőjén, amely már fent repül az égen. Ekkor elhatározta, hogy levágja Sávát. Krisna tette ellentmondásos pont a hiteles források és a szentek körében. Hogyan jöhetett zavarba Krisna, az istenség legfelsőbb személyisége, minden erő és tudás birtokosa? A siránkozás, a szomorúság és a zavartság a feltételekhez kötött lelkek jellemzői. Hogyan hathattak ezek a dolgok a legfelsőbbre, akinek tökéletes tudás, erő és gazdagság van a birtokában? Valójában teljesen lehetetlen, hogy az Úr Krisnát félrevezessék Sáva misztikus varázslatai. Egy kedvtelését mutatta be azzal, hogy emberi szerepet játszott. Azok a kiváló szentek és bölcsek, akik az Úr Krisna lótuszlábainak odaadó szolgálatát végzik, s akik ezen az úton eljutottak az önmegvalósítás legmagasabb rendű tökéletességig, túljutottak az élet testi felfogását tükröző zavarodottságon. Számukra az Úr Krisna az élet végső célját jelenti. Hogyan befolyásolhatta hát Sáva misztikus bűvészkedése Krisnát? A következtetés az, hogy ez a zavarodottság az Úr Krisna legfőbb személyiségének fensége volt. Amikor Sáva azt gondolta, hogy misztikus jelenségeivel megzavarta Krisnát, sikerén felbuzdulva még nagyobb erővel támadt, s nyílzáport küldött rá. Sáva lelkesedése azonban a tűzbe repülő legyekéhez volt hasonlatos. Az Úr Krisna mérhetetlen erővel kilőtt nyilaival megsebesítette Sávát, akinek páncélja, nyilai és sisakja darabokra tört. Krisna buzogányának óriási ütésétől Sáva csodálatos léghajója darabjaira esett, és a tengerbe zuhant. Ám Sáva ügyesen a szárazföldre ugrott, ahelyett, hogy a repülővel lezuhant volna. Ott aztán újra Krisnára rontott, de amikor hirtelen rátámadt buzogányával, az Úr Krisna levágta kezét, mely buzogányával együtt a porba hullott. Az Úr Krisna végül úgy döntött, megöli Sávát, s megragadta csodálatos csakráját, mely úgy ragyogott, mint a nap az anyagi teremtés pusztulásakor. Amikor az Úr Sri Krisna kezében csakrájával felállt, hogy végezzen Sávával, olyan volt, mint a vörösen kelő nap a hegyek fölött. Levágta Sáva fejét, s a fej a sisakkal és a fülbevalókkal együtt a földre gurult. Sáva éppen úgy halt meg, mint annak idején Vritászura, akivel Indra a mennyei bolygó királya végzett.
Ahogy Sáva meghalt, katonái és követői siránkozni kezdtek. Ó jaj nekünk! Miközben Sáva emberei jajgattak, a félistenek a mennyei bolygókról virágesőt szórtak Krisnára, dobokkal és kürtszóval hirdették győzelmét. Ebben a pillanatban azonban megjelent a színen Sisupála többi barátja, Dantavakrával az élen, hogy megküzdjön Krisnával és megtorolja Sisupála halálát. Dantavakra égtelen halagra gerjedve toppant az Úr Krisna elé. Így végződnek a Bhakti Vedanta magyarázatok a Krisna könyv 76. fejezetéhez, melynek címe Sáva felszabadítása. Következő alkalommal folytatjuk a 77. fejezettől, amelynek címe Dantavakra, Vidurádha és Romaharsana megölése. Krisna könyv Kijjai, Srila Prabhupád Kijjai, Jaini Taigura Premanandei, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vrinda Kijjai, Hare Krishna.